Jobágy Gergő testnevelőt indulás előtt a lezárult pályázat részleteiről kérdeztük. Itt a Karcagi Kistérségi Közösség Fejlesztése című projekt keretében a városban az emberek tapasztalták, hogy a kerékpárutakat felújították és újakat építettek, és annak apropóján én is és Karcagi iskolából lévő több kollégámmal továbbképzésen vettünk részt, amelyen a kerékpáros közlekedés szabályait, lehetőségeit és hogy hogyan kell szabályosan közlekedni tanultuk meg, és azt kell a gyerekeknek nekünk átadni. Ez egy 30 órás továbbképzés volt, amely során a gyerekeknek 4 foglalkozáson tanítottuk meg a kerékpáros közlekedés szabályait, és most az 5. foglalkozás az, amikor be is mutatjuk nekik, és gyakoroljuk is ezt a gyakoroljuk azt, amit megtanultunk. Ahogy lehet látni, a kerékpártároló tele van, az iskolának is évekre visszanyúlva is nagyon sok kerékpáros versenyen vettünk részt, ahol nagyon szép eredmények voltak. Sajnos az utóbbi időben már ezeket a versenyeket főleg igazolt versenyzőknek tartják, de ennek apropóján a gyerekeknek lehet látni, hogy így azokat az ismereteket, amiket elsajátítanak, azokat tudják hasznosítani. Most a kerékpár úton menni fogunk befelé a Kisúszárosi úton a város felé, és ahol lehet, ott végigmegyünk, megnézzük, megállunk, megmutatjuk a gyerekeknek, hogy hol mire kell figyelni, hogy kell indexelni, hogy kell hátra nézni, hogy kell biztonságosan közlekedni. Hogyan tanultátok meg a kerékpározást? Hát igazából én magam a kerékpározást úgy tanultam meg, hogy igazából mindig láttam, hogy apáik is kerékpároztak, és egyik nap apa is, kaptam egy kicsike biciklit szülinapomra, és mindig ugye volt velem, és egy kis utcában mindig gyakoroltam apukámmal, és utána mindig egyre jobban ment egyedül. Egyszer kihagyott engem, hogy na jó, próbáljam meg, és hát egy olyan 7 évesen már sikerült is nekem egyedül. Akkor azóta minden nap, ha jó idő van, kerékpárral jársz iskolába? Igen, mert ugye apukámék is úgy dolgoznak, és mivel ugye az elején úgy volt, hogy apa mindig kijött velem, mert én messzebb lakok a sulitól, és most már mindig egyedül jövök ki. Volt egy kis tanulás is most az elmúlt időszakban. Hasznos volt ez számodra? Igen, ez nekem nagyon hasznos volt, ugyanis olyan dolgokat is megtudtam, amiket eddig nem. Igen, hasznos volt nagyon. Tehát akkor a tábla ismerettől szabályos közlekedést. A kerékpárodon egyébként minden rajta van kötelező elemként? Hát igazából igen, de most lehet, hogy még egy pár dolog nem, mert igazából ez egy új bicikli, mert a régi ez már kisebb volt, de apa azt mondta, hogy ezt majd amúgy is elviszi, és így hát újabbnak megcsinálja nekem. A továbbképzés alkalmával nem csak szakmai tudással, de tárgyi eszközökkel is gazdagodtak. 30 bukós is került a gyerekek használatába, hogy biztonságosan közlekedhessenek.